Szép jó estét kívánok mindenkinek, szevasztok! Én Gábor vagyok és a Tech Barátot nézitek. Ma este ismételten egy ese a mérkőzés kerül majd képernyőre az Illés Akadémia, aki most már talán nem is Illés Akadémia néven fut ebben a szezonban, legalábbis hogy fészíten láttam, úgyhogy majd ezt még zombival le De maradjunk akkor annyiben, az Illés Akadémia, ti ugye úgy ismeritek, illetve én is, fog összecsapni a Jod e Sports, vagy e-sports nevű csapattal, Akiket azért korábban már talán, ha néztetek az előző szezont, ugye 45. szezonját az ESA Intermediate-nek, akkor talán emlékezhettek rájuk, sőt nem is annyira régen voltak, hiszen a rájátszásban találkoztak zsombiékkal, akkor még No Surrender GG néven, és sima 2 0 al végeztek az Íres Akadémia játékosai ellenük. Tény, hogy azóta nem csak a nevük változott meg, hanem hát a játékos állam is kicserélődött, úgyhogy igazából így ez alapján bármit is megjósolni ugye eléggé nehéz lenne a lényeg az, hogy hát két vereséggel kezdett ugye az Illés Akadémia ebben a szezonban, ahogyan amúgy a tavalyban is, és ugye Zsombi mondta is ezt még az elmúlt mérkőzésnek a végén az interjújában, hogy, hogy igazából ez egy ilyen bevált, jó, nyilván nem ez volt a valós indok, vagy ezt nem így akarták, de ha már így alakult, akkor mondhatjuk azt is, hogy, hogy tulajdonképpen ugyanazt a szezont akarják lekopintani, hát annyi különbséggel reméljük, hogy a rájátszásban nem fognak kiesni, és következő évadban már, valószínűleg hogy egy C2-ben, sőt, biztos, hogy C2-ben, már main kategóriába fognak jutni. No, és ha már ugye beszéltünk a csapatokról, akkor gyorsan nézzük is át, még eddig nem történt semmi, még nem kaptam IP címet sem, úgyhogy van még időnk átnézni a, a csapatoknak a teljesítményét. Szóval ugye az Illés Akadémia Spiritnek a legutóbbi tíz mérkőzésén a, a, sok zöld, sok győzelem az még ugye az előző szezonból származik, a 45. seasonből, és sajnos ugye itt látjuk a képernyőnek, illetve a, sorok alján a, ugye a Visp től kaptak ki, legutoljára még a 45. szezonnak a rájátszásabban, aztán jött kettő darab, az a két bizonyos lose, ami ugye megindította a 46. szezont, a Master Mix 1, 2, 3, illetve a Vinet ellen. A Vinet ellen már amúgy, én azt gondolom, hogy javuló tendenciát mutattak. Noha ott meg hozzá kell tenni azt, hogy, hogy ott pedig Vizer nem tudott jönni már, és helyette GBK jött be, és egy új információ, Zombie ezt így a, hát nem a szívemre, vagy a lelkemre kötötte, de az ő engedélyével mondhatom azt, hogy Vizer kispadra kérte magát, bizonyos okok miatt, és az is biztossá vált a tegnapi a folyamán, hogy GBK tudja vállalni helyette a szereplést, nem csak átmenetileg, hanem, hanem úgy néz ki, hogy permanensen is, tehát véglegesen is, illetve hát egészen addig, ameddig másképp nem döntenek természetesen a csapattársak, úgyhogy most úgy fog felállni a, a csapat, eh, ahogyan, eh, ahogyan a múltkori a alkalommal is, tehát igazából eh, Lancer, GBK, Krulli lesz ki, illetve Scorch lesz, aki úgymond pályára fog lépni, és akkor nézzük is az ellenfélnek a, az eredményeit, hát annyira azért az nem veretes, hogy, hogyha így jobban megnézzük, ugyanis az elmúlt szezonban azért becsúsztak a vége felé, mert vereségek valószínűleg ők a, a, szezon elején teljesítettek jobban, hiszen a rájátszásban ők is bejutottak, de ahogy láthatjuk is, az Illés Akadémia spirit ahogyan azt már mondottam volt, ugye ki is kaptak kettőn úr, és utána még bentek egy kört, mert ugye az elsőt megnyerték, bekerültek egy lower bracketbe, és, és utána ott is kettő egyre kikaptak az EC bangától. Úgyhogy ezzel befejezték ők is a 45. szezonjukat, és hát ha minden igaz, ha lehet hinni a fészítnek, én első körös eredményt nem találtam, a, ez a második körből származó eredmény nekik, az In Power ellen, egy 6-16-os vereség, úgyhogy most vagy kihagyták, illetve nem tudtak megjelenni az első mérkőzésen, vagy pedig igazából ezzel kezdtek, és csak a fészítnek a kiírása rossz, Ezt sajnos nem tudom, de a mai illetve az eddig lejátszott szezonbeli meccsekből az ő nevük mellett ez az egy szerepel, úgyhogy ez az egy 616 os vereség. És ott amíg még kapjuk a, kapom az IP címet, illetve a, a, a vétókat, ja, sőt, igazából fel is tudok menni lassan, egy kis a, ezt türelmet kérek, és mindjárt meg is tudom mondani, hogy pontosan milyen mappok várhatók, mert szerintem lassan már a bannok azok érkeznek is. Így is van, pont jókor érkeztem, az Illés Akadémia kezdte a bannok sorát, Anubis került ki, az Jod e Esports fog következni, és amíg ők bannolnak, addig pedig nézzük is meg egy kis latolgatás, és egy latolgatás, hogy melyik pálya, szia Recipeti, melyik pálya lehet talán a csapatoknak a, a kedvence, vagy az instabanja, hát ugye Anubis már biztos, hogy nem fog bekerülni, de nyilván azt láthattuk is, bár no, viszont azért öt mérkőzést játszottak a, a lengyelek, ha minden igaz, akkor lengyel csapat, bár erre nem találtam rá utaló nyomot, de abból kiindul, hogy no surrender, GG lengyel volt, így uh, turn volt, de mi, miért turn volt? vote? De hát az előbb is ők. Szóval, így, hogy lengyelek voltak, én bátorkodtam a lengyel csapatot ismételtem beírni, Szóval Anubis azért végül is 40%-os öt mérkőzésből kettőt tudtak nyerni, de az már biztos nem lesz, mint ahogy a nyúk sem lesz, és továbbra is, hát nem tudom, úgy néz ki, hogy lehet, hogy nincsenek még a gépnél, mert, mert nagyon pörög a számláló, és igazából nem akar senki se bannolni, úgy tűnik. Ismertetlen a nagyod e-sports sorára várunk, hogy bannoljanak. Úgyhogy addig is meg tudjuk nézni a többi pályás statisztikát. Hát az ilyes részéről továbbra is mondhatnám azt, hogy Inferno az, ami ami a legjobb, de ugye ezt tegyük hozzá, hogy na és közben kikerült Ancient is, az Illés Akadémia Spirit fog választani, illetve bannolni. Jött utána egy Vertigo, egy mirásban is, nagyon gyorsan, és bemaradt Inferno valamint Overpass. Hát igazából, ha kellett volna, akkor akkor az Enneretic is ugye overpass nem játszottak még, ha minden igaz, a Jod a Esports játékosai. Tehát én meglepődnék, hogyha az lenne a pick, illetve nem az bannolnák ki, úgyhogy végül is azon az Infernon fognak de remélhetőleg, vagy minden bizony játszani, ami azért az IAS-nak az eddigi legjobb pályája. A lejátszott mérkőzések alapján nyilván a vertigó a 2 x 2 azért az nem nevezném statisztikának. Szóval az Inferno talán az lesz az esélyes. És de hát ne felejtsük el azt, hogy két csere is. Igazából így most tulajdonképpen csak, de így is két csere, hiszen Krúli és Leszki van bent. És most ugye GBK jött vissza uh, Vizer helyére, és uh, igen, és ugye ez a, ez a változás történt, és így is van, Inferno lett a, a map választás, uh, és én szerintem hamarosan kapom is majd zombie az IP címet, addig, amíg ez megérkezik, addig még egy picit ugye a, a változásokról beszélnék, tehát ugye Pitagoras, illetve GbK helyére érkezett volna, illetve érkezett is Krulli, illetve lesz, ugye Leszki eddig is már kócsolta az Élésakadémiát, és fújta a sépját, meg az umbrós melegítőjében kiabált velük egy-egy <coughs> rossz mozdulat, vagy egy-egy rosszabb kör után, vagy hát buzdította őket. És most ők bekerültek a csapatba, Leszki és Kruli, ugye Pite, illetve GbK helyére. Pite továbbra sem uh, fog játszani, illetve biztos, hogy nem került vissza, de most GbK lehetőséget fog kapni, ugyanis Vizernek uh, úgy adódott, hogy hogy benchre fog ülni, tehát kispadra, és gabci manó visszatér. <kül> Úgyhogy uh, úgy, ezzel a felállással, tehát lényegében uh, így is új csapatról beszélhetünk, mert ugye most két olyan játékos cserélt lényegében helyett, akik ugye a tavalyi csapatban is benne voltak, tehát uh, króli és Leszki továbbra is ott vannak, úgyhogy gyakorolniuk még kell, egy, talán elmondhatom, ez egy belső, belsős információ, hogy, hogy még sajnos idejük nem igazán volt gyakorolni zombiéknak, úgyhogy uh, abban bízhatunk, hogy ezért ez a csapat már nem lesz annyira erős, mint ugye a, a korábbiak. Hát azért, hogyha megnézzük itt a, az elókat, akkor uh, akkor azért jelentősen, mondhatom azt, hogy jelentősen alacsonyabb elóban vannak itt az ENEM-nél. Van mondjuk egy 4000 fölötti, de alapvetően a többiek azok viszont, öö, hát elnéz az eredményességet, a kd jukat öö, talán lőhe, jobban lőhető back lesznek, lőhetőek lesznek, úgyhogy öö, most itt lehet a, a lehetőség. Zsombi még egyelőre nem küldte nekem a, az IP címet, de rá is írok. hogy várom az épét, mert itt már itt hatan várjátok is, és közben üdvözlöm itt akkor Kannadanit is, Zsevas, Danika, Szia, Novice és Balnia úr. Melyik a kedvenc csapat? Ha ezt tőlem kérdezted, akkor nyilvánvaló, hogy a természetesen a... Hát hogy ne, nem a Vajnet. <laughs> Vagy a izé volt a... A Paraszt Peak. A Reparaszt pík. <laughs> Az én kedvenc csapatom. Meg a Fradi. <laughs> Ó, oh, éppen vízhűtés, szerelt a zsombor úr, úgyhogy uh, utolsó pillanatban esett be. Na nézzük, hogy fog-e működni, akkor ez a ez a link, egy kis türelmet kérek, és de úgy néz ki, hogy úgy néz ki, hogy csatlakozik is, és ugye Inferno fog következni, BO1, tehát uh, egy mapot fogunk csak látni. De, ahogy ezt már ugye az alapszakaszban megszokhattuk. És az is indult minden, úgyhogy hát én szerintem akkor csatlakozzunk is be a játékba. A heten már készen állnak a, a játékra, sőt, kilencen már, nem, nyolcan, bocsánat, nyolcan már itt is vannak. Úgyhogy még két játékosra várunk, akik véletlenül hamarosan megérkeznek. Így is van. És ott ugye láthatjátok Leszki és Krulinak a, csodálatos profilképét, ami hát valószínűleg még egy darabig nem is fog, vagy hát lehet, hogy ilyas néven legalábbis, hogy ilyas mezben már nem is fog elkészülni. Még a csapatokat gyorsan át cserélem. Swap. Így is van. Így van. És meg is vagyunk mind az öten, illetve az enemi oldaláról is, úgyhogy meg is ismerkedhetünk gyorsan a neveikkel. Keegan, Love Cry, Die, Fersen, Put, Pewt, és Black Duck. Hát a Love Die-t azt majd jó lesz kimondani, főleg ilyen pörgősebb keresztül, a Love Rider jön, és blr, elő kettő fejest. Na, mindegy, igyekszem majd. De hát ilyen nem fog nagyon megtörténni. Remé reméljük, hogy nem túl sok fejest fognak tudni, meg túl sok kíjjuk lesz majd a... Hát gondolom a lengyel csapatnak. Tavaly még lengyel színekben indultak, úgyhogy... Ha még az lengyel... No. Hát akkor másodperceken belül szerintem meg is fog kezdődni itt a... Az öldöklés. És ugye későre fogjuk eldönteni, hogy melyik oldalon kezdenek a, a csapatok. Ugye a múltköré én söntem, fordult elő az, hogy már úgy indult a késkör, hogy uh, talán, uh, talán gbk volt az, aki már 39 HP-val kezdte meg a kört, mert valaki szerencsésen bele késelt a hátsójába. Hát reméljük, hogy most ezt a hibát nem követik el <tosz> Zsombolik még egyszer. Akkor die. Én akkor die-nak fogom itt szólni. <laughs> igen, die, fersen, pjút és black duck. De az még nem túl PC, mert black... Uh, oh, azt nem szabad nem streambe kimondani ezt az szót, hogy akkor uh, valami, valami inkább kacsárt. kacsát. fogok csak mondani. Inkább csak duck. Vagy igen, még ezért bannol a Twitch, mert, mert, olyan, olyan szavakat használnak, ami ugye nem PC. <laughs> Ugye ezzel láthatjuk, még annyit elmondanék a játékosokról, hogy láthatjátok, itt van Albán, Brit, talán két holland, itt nem két német, de mindjárt megmondom meg egészen pontosan, hogy milyen felállásban játszanak itt a fiúk. Azt mondja egészen pontosan, Van itt egy brit, orosz, holland, amerikai, albán, meg egy dán is, ö, aki most ö, nem biztos, hogy ő fognak mind, mert ugye ez hat játékos volt. Mert mindjárt kiderül, hát sőt, nézzük is gyorsan végig. Tehát van egy britünk, kigen, Love Cry Die, vagyis hát Die lesz az orosz játékos, aztán jön egy holland, fersen, egy albán, valamint egy amerikai. Hát, hogy ő mennyire amerikai lehet annyira, mint ti vagy én. Ö, nem vagyok benne biztos, hogy... Bár hát végig is Amerikából játszhat tulajdonképpen, hogyha ráér és nem dolgozik, akkor mondjuk egy 7-8 órás idő van, mondjuk így a, a keleti part is köztünk. Úgyhogy akár be is léphetett ö, simán. <kül> Na de, hát akkor kezdődik is a kiskör. Leski, Krulli, GBK, Scorch és Lancer az egyik oldalon, a másik oldalon pedig a, a, az előbb említett a turi emberek. Ez egy hajrá, IAS! Most már ennek a harmadik mérkőzésnek meg kell lennie, mert uh, nyilván akkor sem veszett még el semmi, mert azért 12 mérkőzés, vagy 12 vagy 14 lesz a szezonban. Na Black Duck nyitja közben a kört, és úristen már három killnél tartanak, csak Kobiani, azaz Kobian. hát Scorch tud. <laughs> Miért Kobi Jani? Tírja? Ja igen, mert Scorch magát. Hát ebukták uh, a kés kör úgyhogy uh, valószínűleg egy CT-ben fog kezdeni a Yoda Esports, és az Illés Akadémia Spirit pedig a terrorista oldalom. Talán még gyorsan lenyomnak egy ilyen gyors ötödölőt, vagy mi ez, ami, művő... vagy nem ötöd, mert ugye nincs öt. Hopp, vala valaki ezen a kilépett, most kapcsolja be a cheat sz... nagyon most onolja. No. Hát most ezt meg nem mondom nektek, hogy ö, egy fejből, hogy, hogy az eddigi ugye a... Ha jól emlékszem, az elmúlt két mérkőzésen mindkét alkalommal bukták a késkör tehát egyszer sem azon az oldalon kezdtek, ahol ők szerettek volna. Visszatért közben az ötödik játékos, ami a jó, de ez is így is van, ők kezdik CT oldalon, Na és nézzük meg, hogy agresszívabb támadással kezdik az első kört zsombiék, vagy akár a, a CT-k fegyvereknél. Uh, egyedül utility az fersennél van, a többiek, a többiek kevót vesznek, vagy még az sem? Egyelőre még az sem. Ja, mert szünet oh, Igen, bocsánat. Nagyon az aljára meredtem, és közben látom, hogy, hogy még szünet van, úgyhogy lehet, hogy valamilyen technikai... Pro... Így is van, Black Duck. Hát uh, igen, Black Ducknak ugye, aki azt mondja, az amerikai úriember. Uh, nem is soán a Bár, igen, mondjuk azért amerikából medikából. Nyilván nem kicsi a ping, de visszatért. Nézzük már rá a pingére. Hát, ez a Nem rossz, nem rossz. No, időkérdésnek akkor vége. Indult hamarosan az első kör. És akkor nézzük is. Így is van. Kevókat vettek a CT-k. Fersennél van egyedül. Flash, nédiletve illetve egy füst, és szerintem a többiek is hamarosan, vagy lehet, hogy ők pedig nem fognak vásárolni, de ők is kevót vesznek. Még nálunk ugyanez a felállás zombie van kettő flash és egy füst, a többieknek pedig lock és kevó, és már is indulnak, és négyen indulnak meg second midről, sőt úgy néz ki, hogy uh, Scorch jön középről, úgyhogy ez egy gyors átámadás lesz, Na, már hallják is, meg megvan az információ, rohannak be apiba, és rongyolnak végig, ő, ha itt most már várják őket hárman is, sőt, igazából négyen vannak, mert ott van még Black Duck és Love Cry, de nyit lesz kire egy fejesen, megvan neki a második fejes, kigennek a harmadik. Krulli tud egyedül válaszolni, de hát ez így, ez így esélytelen Kobi Jani, az Scorch, aki életben marad, és hát mondjuk Black Ducknak van 11 hp je tehát akár még el is tudja húzni, tehát a bomba az eset Pitben, úgyhogy így igazából nem sok esélye lesz szegény zombinak, hogy beúzza az első kört, bár... Mm. Hát nem, erre nyilván fognak számítani, tehát tudja, hogy letartják apit is. Már Graveyardon van egyedül Black Duck, aki ő, ha nem, nem, sikerült eltalálni, na talán ez beakadhat. Na, jókor érkezik a néd, és fersennek a négye. Nagyon jó timinggal. Hát így nem sok esélye volt nyilván zombinak. Ott volt még a utility. Ugye 1-0 a jode e számára. És nézzük is, hogy akkor rávásárolják. És így is van. Elveszik? Eddig, hát eddig egy Tech 9 érkezett GBK-tól, 1500-ig vásárolta magát, ismét egy szünet, lehet, hogy megint Black Ducknak van valamilyen... Nem, most nem neki van problémája, most uh, ki volt Fersen, piút. hát most meg nem mondom fejből a neveket, de majd mindjárt, ha visszatért, akkor... Hát fogjuk, valami, valami gond lehet itt a srácoknál, hát ugye nyilván ők különböző helyekről játszanak, hiszen nem, különböző nemzetiségű játékosokról van szó, úgyhogy nem lehet őket azzal vádolni, hogy hogy anyu, anyu vagy apu letölt éppen a házban és és mindkettőjüknek nem működik vagy, vagy laggol a, a lassú az, in, az internet úgyhogy ez már a második szünet és ott még mindig GBK az, aki akinek egy tech nine lesz a, a kezében, szerintem a többiek ebből nem lesz egy Force kör. biztos vagyok benne míg az ellenkező oldalon, noha nyerték a kört, de azért erős fegyverekről nem beszélhetünk, tehát olyan hüden, hogy vásárlásokban nem fognak tudni bocsátkozni, ugyanis MP9-ek, illetve hát valószínűleg Pewtnál is nem lesz pénz, se Famasra, love Cry sem. Én úgy gondolom, hogy inkább MP9-ek, de lehet, hogy van, aki csak sima Dezire fog rávásárolni. Persze hamarosan kiderül, de <kül> hát még mi mindig hiányzik az ötödik játékosunk. Nagyon izgalmas. Ilyen is régen volt már. Igen, csak a teljesítem és Denikének a, az így elbocsánat, ez lemaradt, úgyhogy ittam is most egyet. Igaz, hogy nem láttátok, de talán ezzel most elhiszitek, hogy itt a megyet, és nagyon jól esett, úgyhogy köszönöm szépen, hogy kiváltottad a, az ivászatot. <kül> és hát továbbra is várunk a, az ötödik játékosra. Lehet, hogy ebből egy beugró lesz talán? <kül> Mindjárt ránézek a lobbira, hogy hogyan alakulnak itt a dolgok. Ja, kígen Keegan. Keegan volt, aki, igen, aki Black Duck, hát még nise, sem. Nis -se, hát azt még jobb lesz kimondani majd, hogyha esetleg ő jön be. De Keegan uh, volt ez a ki, illetve ő esett ki. Hadd nézzük meg a játékosoknak a késeit. Fersennek, Lovecridernek, hát Pewtnek egy, egy fúj, egy... viszont van azért, a kesztyűre azért tellett a srácnak, Black Ducknak ott van a pillangó is, tehát természetesen lesz ki... Tehát... <gül> igen. <gül> tehát ha, ha kitakarnánk ezt a képet, és nem tudnánk, hogy kit nézünk, szerintem akkor is kitalálnátok. Már most így álló helyzetből. <laughs> Láthatjuk Krulit, ez, ez, igen, és még reklám is, még egy bújtatott reklám is ott van a késén. Köszönjük szépen. De, de amúgy jó lett a képek Krulinak szerintem. Szerintem tök, tök na, nagyon menő. GBK. Egy ö hát Tigris, párduc, mint a stb. Na hát igen, Skorsnak van, igaz, jó, mondjuk nekem a Csórobik verziója van, csak egy, egy sima talonkés, de hát Zsombinak jó fizet a Honvéd, meg Na jó, nem. Ja, meg hát ugye az Esport 1 TV, ugye, Piciver? És ott Lancernak is. Ott, na, azért magyarok, magyaroknak azért ó, ott van. A, a, a Csóró amerikainak, meg Albán. Albánnak meg ott van a sima. <laughs> hát nem tudom, azért elvileg én úgy tudom, hogy van valami olyan szabály, hogy öt perc lehet talán, tehát hogy azért ugye a végtelenségig nem húzhatják szünettel, tehát hogyha nem lesz beugró. Hát hülyeséget nem akarok mondani, de lehet, hogyha beleegyeznek, akkor talán négy védben is lejátszhatják. Mert ugye a meccs az már elkezdődött, tehát nem arról van szó, hogy nem volt meg az ötödik ember ugye a meccs kezdésénél. Vagy... Vagy hát gondolom dönthetnek arról, hogy akkor feladják. Ny nyilván miért adnák föl? Azért láttuk már olyat uh, Cségó mérkőzésen, hogy 4v5-ben is, sőt vagy akár 3v5-ben is győzelemeskedett egy csapat, úgyhogy uh, De úgy tudom hogy magának a, a szünetnek azért van egy, egy időkorlátja, tehát nem fogunk itt várakozni 10-20-30 percen keresztül. chat most sajnos nem látom egyelőre. Hogy miről megy a diskurzus, de, de, de talán rá tudok zombira kérdezni, hogy hát ha olvassa a messenger-t. Megkérdezem, hogy Csere lesz az enemy -nél. vagy esetleg feladják. Hát az lenne a legjobb, és akkor tényleg akkor jól indulna a szezon, illetve hát a szezon már nem indul jól, mert ugye két vereséggel indított az ilyes, de még egyszer tegyük hozzá, aki most csatlakozott be a streambe, illetve akár az egész szezonba, és nem látta az Illés Akadémiának a korábbi meccseit, ugye nyilván nem véletlen azért, hogy kikaptak, hiszen azt ugye Leszkit is leigazott, nagyon nem, tehát hogy Leszki és Krulli Krulli kerültek ugye be a csapatba, és hát nem volt túl sok idejük mondjuk úgy Finoman fogalmazva, nem volt sok idejük együtt játszani, együtt gyakorolni. És azt is tegyük hozzá, hogy az első két csapat azért jóval erősebb volt, tehát a nem elég az, hogy level 10-ben nyilván, hiszen ezen a szinten ugye már ott találjuk a játékosokat, de azért az elo különbség az, az, az igen komoly volt a, a mindkét csapat számára, illetve irányába. Úgyhogy, Úgyhogy ezt még mellé tesszük, amellé, hogy, hogy Zsambéknak nem sok idejük volt, meg lehetőségük gyakorolni. Ezzel az új felállással így, így azért valahol már érthetjük. De a második meccs azért már tartalmazott biztató jeleket is, és az eredmény is azért mutatta, hogy, hogy most már kétszer annyi körre voltak, nagyon nem nevetek. Körre voltak képesek, mint a, az első mérkőzésen. Itt, meg ugye az első pisztagyos kört azt ugyan búgták, de. Na jó, hát akkor addig jön egy kis tag, barátság, Na jó, nem, <coughs> én, én most, én ma nem fogok játszani, és amint vége van a streamnek, tehát ma, ma nincsen, akkor addig elmondanám, ha már ennyien összegyűltünk, hogy holnap este 7 órától, sőt, Zsombi írta, hogy lehet, hogy holnapra fogják átrakni egy csütörtöki meccset, aminek mondjuk én személy szerint azért örülnék, mert csütörtökön játszik majd a Fradi az Európa Konferencia Liga rájátszásának az első mérkőzését, és azt itt tök jó lenne teljes egészében látni, de nyilván, hogyha marad csütörtökön este 8 óra a következő meccsük, akkor, akkor természetesen haza fogok addigra érni, úgy mindent értetek, mindent az ilyesért, igaz, hogy lófenét nem kapok ezért az egész, de sem. É, imádom a, a, csapatot, meg imádom a játékot, meg szeretek kasztolni, meg amúgy gyakorolnom kell, mert <kül> Micsoda átkötés következik, mert hétvégén, a, akkor, hogy reklámozzam egy kicsit a hát konkurensnek, azért nem mondanám, hiszen tőlük is kaptam már édet, és nagyon is hálás is vagyok, főleg pici úrnak például, hogy szombaton indul az AISF World Championship, nem tudom mi a pontos megnevezése, ahol is a magyar csapat, a magyar e válogatott fog pályára lépni. És a szombat két mérkőzésüket kismagyarral fogom majd közvetíteni. Ráadásul az első volt egy tévének a stúdiójából, úgyhogy délben, illetve este 6 órakor várnak majd ott titeket. Az első mérkőzés Argentina ellen, a második pedig a, a kevel barátunk és a tényleg Magyarország, tehát az ősi, tehát a magyar történelem talán legnagyobb összefonódásával is titulálható országával, azaz Romániával fogunk megmérkőzni a nemzet nagy nagybarátaival. Úgyhogy izgalmas meccsek lesznek, hát ugye a románok alanyi jogon vannak, hiszen vannak kint, hiszen ugye ők ők rendezik ugye magát az eseményt. És a másik kilenc csapat pedig ugye te, bocsánat, 9 csapat ugye Európából ezekön jutott ki, plusz még volt talán Észak-Macedónia volt az elmúlt VB győztes, ugye ő ezen a jogon kerülhetett ki, Románia rendezőjogán, és a többi régióból pedig a maradék, uh, hogy is van, 6 24, tehát összesen az 13 csapat pedig a többi régióból fog kikerülni. <kül> Na, de hát erre is volt idő, hogy elmondjam. Úgyhogy Csé még lesz bőven, vagy holnap, vagy csütörtökön még lesz a következő Illés Akadémia Spirit ese a mérkőzés. Szombaton érkezik majd a Magyarország Argentina, illetve Magyarország Románia, de vasárnap is lesz, ha szeretnétek Rehab kollégát, illetve Kismagyart továbbra is hallgatni, látni, látni csak egy kicsit fogjátok, akkor, akkor három további mérkőzéssel folytatódik majd a válogatottnak a, a menetelése. Egészen pontosan, ha jól emlékszem, Mongólia, Németország, meg Hú, kéne tudnom fejből. Sajnos a... a harmadikat azt nem tudom. ondos, csontos, csa... a harmadikat nem tudom. Te négy előtt van. Akkor a másik kettőt nem tudom. Na szóval, hát még mindig tett lassan, most már stand-upolni is fogok. Továbbra is négy játékos. Zombi még mindig nem írt, tehát hogy gondolom annyira elfogadott, hogy annyira izgulnak, nem tudom, mit csinálnak, hogy... hogy arra sincs idejük, hogy írjon, hogy most végre is mire várunk, tulajdonképpen meg. Lassan, akkor így, így. Most tényleg. Tehát, hogy. Nem tudom, hogy mérje valaki az idet. Én úgy emlékszem, hogy max 5 perc. Tehát, ugye, a nagyobb eseményeken is, ugye, 5 perc az, ami, ami talán megengedett, illetve ilyen technikai lehet. Lehet, hogy még nem telt az öt perc, bár nekem most már tényleg úgy tűnik, hogyha fél órája beszélnék. <kül> mert promóztam a saját csatornámat, az eSport 1 TV-t, átnéztük már a késeket, beszéltünk itt Leszkinek, illetve Królinak a remekül sikerült profilképéről itt a játékban, úgyhogy tényleg lassan most már vicceket is mesélhetnénk. Na no de, hát és akkor ha már az eSport egy nél tartottam, illetve még annyi kitérő, hogy ha holnap lesz ugye az -hogy a mérkőzés a zsombiéknak, akkor öm, öm, hát végig is akkor is belefér egy kis KO akkor kb. fél hatkor elkezdek KO the este este nyolcig, és akkor nyolckor érkezik majd zombiék zsombiék meccse, ha sikerül átrakniuk, na és közben a szünet megszűnik. Öm, ha pedig csütörtökön, akkor értem szerint a holnap ugyanúgy, ez kell a de akkor ilyen 6-7 óra magasságában lesz majd kezdés. Csütörtökön pedig 8 óra, a következő esély, a meccs pénteken pedig Tom Raider. pedig ugye az már említett magyar e-sport válogatott Chégo meccsei. Na, hát is már is folytatjuk Black Duck, sőt ki visszajött, így van, és már 70 HP-ról folytatja is a második kört, egy 0 a CT csapatnak. És kiment egy molotov banánnak a végére, és hát ki is füstölték, egy banánték, az lassan meg is lesz. ú két négy is érkezett, amúgy, fersen törött a Black deck de ki ki igen, közben hullott. Hoppál, megkora mekkora fejes, akad be füstön keresztül, fersenre. Az hatalmas volt, gyorsan 3V5, V3. És közben igen, a vásárlásokat nézzük. Forszoltak, hát félig meddig forszoltak. <kül> Na nézzük, 3v5, ebből még aztán simán lehet, és nagyon türelmesen kívánok, még mindig ott vannak mind az öten rámpán. Sem erre nem mentek még, és na nézzük, Black Duck kap egy kis hitet, 67 HP-ja marad. Egyedül Lancer az, aki, aki sebződött, úgyhogy még, még hp kkal is most sokkal jobban állnak, és megindulnak. Hát valószínűleg sejtik, hogy egy darab B-védő van, az a az még, még továbbra sem rotál, ott van még mindig Pewt, és Dáj, mindegy, fogom szólítani. Na nézzük, hát túl sok utility azért nem maradt, bár azért érkezik egy molotov, de ott lesz, ó, vannak még füstök is, három füst ugye érkezik a b execute Black Duck ötös mögött bújik, hűha, és még mindig nem bukott le. fő vannak már szájtól, meg van neki az első, de Gabcimano, majdnem részlet mondom, Gabcimano tud rédelni. és így megvan 4v2, hallják már Banant, meg megvan az első, Pewt, hoppá, Dáj tud válaszolni rá, 3v1, de hát dye van 18 HP-ja, úgyhogy ebből igazából már nem lesz, hát próbálja kimenteni azt, sőt, ki is kell menteni ezt az N4-et. még egy flash bedob, hogy eszükbe ne jusson a terroristáknak utána menni. És ez egy nagyon szép támadás volt, sőt, hát igazából támadáson annyira nem is beszéltünk, ugyanis nagyon türelmesen kivárták a terroristák, hogy kidobják az összes létező utility-t, két nédment ki farakáshoz, Uh, talán két Molotov is uh, mindkét b részéről, és aztán egyszer csak beakadt egy hatalmas nagy fejes füstön keresztül lancernak, amit itt láthatunk is, ha minden igaz. Így is van. Boom. Hát, befordul. Be, be egy lövés a füstbe és egy fejes, és megfordul is vissza rámpára, mintha mi sem lenne. Természetesebb úgy, hogy egy gyönyörű szép második kört láthatunk az Illes Spiritől, Spirit-től, egy-egy az állás, és meg tudják venni így a, a szükséges fegyvereket, illetve azért ott van két MP9 is, de ott van egy kimentett M4 és kettő Galilla, túloldalon pedig azért csak az egy kimentett M4, és hát rávettek, de a többiek nagyon nem is tudták. Na igen, az M4 az átkerül Black Duckhoz, ide bére és van egy B-védő, nem maradnak ketten, Ugyanaz a felállás, csak most sokkal passzívabban védik amúgy a bérerakót. Na, érkezik egy négy az nem igazán forszent, ferszent sebzi, egy nagyon minimálisan kettő HP-t vett le belőle, és Scorch, illetve Lancer tékelnek banán, a többiek pedig szépen lassan, most már minden ott van Leszki, és eléggé messze van amúgy még, hát szeköd minden, oppá, kruli viszont most lebukott, lesz előtte magát, érkezik igen ki középre egy füst, Hát kifüstölik Longot is, de így most a támadás, ugye mit füstnek köszönhetően nem fog tudni megindulni, és öt közben Bén is kidobnak egy füstöt, akkor megtúrja azt, és egy kicsit tud is sebezni Fersent. Tölvesz le egy kis HP-t, nagyon lassan. Most úgy döntenek, hogy mind az előző, mind pedig mostani körben türelmesen kivárnak, próbálják egy kicsit a Utility-kel ki forszolni a ct a utilizéket, és ez amúgy egészen jól be is jött, mert egy darab molójuk maradt, a kettő darab flash. Ó, oh, részennek megvan, Gapci, vagy ez, bocsánat, Gapci valónak kettő darab, Igen és Love Friday, hoppá, jutnak, viszont beakadt kettő fejes is. lesz Claren és Scorchbán takról tudott rá válaszolni, úgyhogy 3v2. Egy A4 még mindig ott van Black Duck kezében, de hát ő érkezik most már CT-ről, és midről fog majd Na nézzük, lanszernak meg lesz-e. Ó, nagyon szép volt. Megvan lanszernak Black Deck, úgyhogy esik az M4 is. Egy darab galil marad, és azt pedig Manó kezébe fog landolni hamarosan. Hát ez is egy nagyon szép kör volt. Nagyon. Itt azért láthatunk gabcimano Manótok két gyönyörű, szép api támadást, illetve kilt. Hát de ez sem volt csúnya, amit amúgy Piút bemutatott. Úgyhogy kettő egy most már az Illés Akadémia Spiritnek, bejött a Force kör a második körben, és a harmadik is, ugye a felemás vásárlással. És a vásárlás tekintetében továbbra is egy kicsit azért felemás a T oldalnak is, de a CT oldalnak pláne, ők most Eko köre kényszerülnek, és három a védővel állnak föl továbbra is, ugyanúgy Fersen, illetve Black Duck marad Béler és ők nagyon passzívan behúzódnak. Egészen hármas mögé, hoppá, Pewtnak lesz Claren. az azért Pewt már kiosztotta a harmadik a így két körön belül, Dezivel, nagyon megy neki. Na nézzük, Black Duck a hármassal a csapattársát. Hűha, érkeznek befele és ajaj, Black Duck megvan az első. Ég bele a molotovba. Na, Scorch tud válaszolni Fersenre és tudják, hogy ott van még egy, ott égette kifutott kettesre. Jól van, Lancernek megvan Black Duck is. Érkezik már új útról közben a CT játékos Pewt. Ajaj. Jó, Krulnak megvan, füstön keresztül és a boost! Jó, a boostra nem figyeltek, lovecrydyne el tudja. Sikről előnél, Scorchot, de miért itt írd? írd már át a neved. 1v1, Kruli. És Lovecrydyne-nál csak egy... ...USP van, na! ajaj, fédelni fogja, ó, az igen! És megvan. beakadt neki a fejes. Gyönyörű szép volt. 3 1 módosul ezzel az állás. Hát igen, jó azért. Azért men mennek a fejesek a Dezivel, és itt láthatjuk ugye a befejezést Krulitól. És szünet még egyelőre nem érkezik, hát még azért nyilván nem akkora a baj a CT oldalon. És most érkezik CT oldalon is, hát nem egy fullos vásárlás, mert ott van egy FAMASZ, illetve egy MP9, a három darab M4 VP még nem, és ott van Leszki kezében már a VP, ajaj, tolják nagyon b -t. Viszont meg megvan az első, és tudnak rá válaszolni. Fersen kettőt is elhúz, Scorch és Lancer is meghalt. 4v3, ajaj. Krulit időben. Na, Krulinak be akad egy fejes piútra, szép volt. 3v3, tudják, hogy Kruli ott van már apiban, úgyhogy számítanak is rá. Leugrik Pete-be Love Die. Érkeznek shortról, illetve midről a többiek. És közben már GBK várja apiban. Hát ugye api csak akkor, akkor fog kontaktolni, hogyha lesz Sorton kontakt, nézzük, hogy Longro be tud-e zavarni, közben följön már szájtra, Keegan. Ő még azért ott tud zavart kelteni, próbálnának cross tartani, de ki van füstölve még egyelőre Pit. Hűha, nem indulhatnak meg addig, amíg ki van füstölve, az nagyon veszélyes. És szépen lassan elkezd forogni. Hát most lenne az nagy kolló, hogyha elkezdene forogni esetleg a bomba, de valószínűleg innen már egy átámadás fog indulni. Érkezik a Molotov Pitre, úgyhogy a Pit játékos headshotba közben bejött, új, és bújik, bújik. Megvan Krulinak az első, de ott volt a cross, igen, ajaj. VP-vel lehet, hogy nem kéne harcolni, és felsen átolja, ajaj. Átolta a füstöt, illetve a füst mellett gepes volt ez a füst, és így még a bomba sem került sajnos le. Szépítenek a jó esports játékosai. Hát itt még Ruli egy, egy fejest akasztott be a CT játékosnak, de, de sajnos nem volt elegendő ahhoz, hogy megnyerjék ezt a kört. 2 3 folytatjuk, de azért még jó pénzei vannak, illetve most ebben a körben még tudott vásárolni, mint utilityt, mind pedig fegyvereket a, az Illés Akadémia Spirit. Viszont ott van már Piútnál az AVP, úgyhogy erre vigyázni kell, egy MP9 és M4-ek társaságában, és megint agresszívan, a oh, Black Duck eltolta, vagy eltúrt a Scorchot füstön keresztül, nem sok esélye volt, talán ebből tanulnak és nem fogják ennyire agresszíven. Azért amikor van fegyverük, akkor az megfigyelhető, hogy, hogy próbálják banánt tékelni, és nem, nem játszanak passzívan, tehát nem húzódnak vissza szájtra, és homokzsák mögött ott van már Black Duck, és uh, Fersen pedig ugye... Hopp, na, az mondjuk jó erre érkezik, most el tudják őket választani, de csak egyedül van Lancer, aj, Black Ducknak meg van Lancer is, úgyhogy 5v3. Kimegy egy long füst Krulitól, na nézzük, lesz kire számítanak-e Black Duck, nagyon figyeli, hűha, nem, most fut vissza, és rossz, rossz, időben túrja meg, de azért lesz ki is vissza tud így futni, a bomba az még mindig rámpának az alján van, és hát Hárman érkeznének, jó, meg megvan Krulli. Ketten maradnak Bordán, de hát a bomba az ott van erejt, hogy ebből nagyon... Kigen, Longon megöli lesz és egyedül marad GBK, úgyhogy ez nagyon úgy néz ki, hogy 3-3 lesz hamarosan. És hát fegyvert sem buktak a CT oldalon, úgyhogy ez talán egy még fájobb dolog. Tovább tudják építeni majd. No Noha azért négyetikosnak is nagyon kevés pénze volt, 2-300 dollár, de, de így most azért kapnak majd bőségesen. A vinért is, illetve a... Ugye az ölésekért már ugye megkapják. Hát igen, és még ak is tudnak kimenteni, illetve egy kettő ak is pontosabban. Úgyhogy ezzel a körrel nagyon jól jártak. 3-3. GBK-nak mentenie kellett az ak igen, és talán itt, itt ugye a körelején már rögtön ez, a, ez egy nagyon fájó pont lehetett, hogy zombi már is hullott el eléggé korán, itt pedig Piútnak a, a boiler kiugró lövését láthattuk. És hát érkezik egy időkérés, valószínűleg, hogy nem technikai, hanem itt most a, a, az Illés Akadémia részéről van mit átbeszélni, mert nagyon szépen nyertek zsinórban három kört, ugye az első elbukott pisztolykört követően, de hát mondhatjuk azt, hogy eléggé állalaki szituációk. Tehát azért a, főleg inkább nem, nem is a mostani kör bár az is fúfegyveres kör volt, de inkább talán a, az ötödik kör volt az, amivel három-kettőre szépített a CT csapat, azért kár volt. És most kíváncsi vagyok arra amúgy, hogy mennyire lesz agresszív B támadás. Sőt, most hárman érkeznek B-ről. Na, Fersen, Pewt és Black Duck. Kiment már is egy Molotov nagyon mélyre. a és be vannak szorulva Redbe. Lancer és a Csepződöt is fél HP-ja van már csak. Érkeznek a Nédek, érkezik a Molotov is még Banának a végébe. És igen, úgy döntöttek, hogy nem próbálják meg a Banánt első szándékból eltékelni. És ugye, hát GBK kezében ott van a Hero AK, tehát azzal még esetleg valamit lehet kezdeni, ő négyen érkeznek, aj, fersennek, nagyon szép, nagyon szép flash kapott Pewtól. Gyorsan beakad neki, ott van 4 kill, és lehet, hogy meg lesz neki az ész is. Krúdi az, aki... Na, valamit próbál csinálni, és fersennek megvan az ész. Ezzel 4-3 a Jod e De ezt ki, nem tud venni ezúttal a VP-t, úgyhogy öt darab fognak rohamozni a terroristák. És az elemi oldalon már elmondhatják azt is, hogy hogy van pénz, akár egy, egy vesztett kör a következő, egy full vásárlása. Úgyhogy ennél a pontnál azért érdemes azt szemre tartani, hogy most egy bukott kör azért, illetve egy nyert kör az Illés Akadémia szempontjából azért mekkora jelentőséggel bírna de hát nyilván minden alkalommal nagy jelentőséggel bír, de, de, most különösen na érkezik. Hű, long felé fognak, már saját magukat füstölték el, úgyhogy nem tudnak bordaték, az már megvolt. Négyen várják, mert őket állerakón, egyedül Egyedül maradt fersen, amúgy bén. Na, de lehet, hogy, lehet, hogy sétálnak szépen vissza. Lancer a bombában már nagyon közel jár, és Zsombi is lesz, kinek megvan Black Duck, nagyon szép. És ez még mindig jelenteti azt, hogy egyedül van, így van fersen. Most kezdve jutnak közben, akad Gapcimanó, Love Cry lesz ki. Skrulli tud válaszolni, úgyhogy 3v3, de még mindig egyedül van Fersen és kéne indulni. Igen, még mindig tartja apit. Üha, a Scorch most övé magát és kéne gyorsan. Ó, ne! Hát, ö, igen, zombie elhúzta azért Lancert is. Na mindegy, lényeg az, hogy 2v2-ben lekerül a bomba, 4-3-nál, úgyhogy... Ez még abszolút hosszató. Az emlékeim szerint az előző meccseken nem egy olyan helyzet volt, amikor ö, after planban, ráadásul azonos létszámnál mindkét oldalon nem tudták egyszerűen hozni, úgyhogy ez most kérdés, hogy hogyan tudnak egy utat, illetve egy végre végrehajtani, ki igennek megvan, Scorch, megy rá a füst, uha, kicsit odébb kéne, ez az, meg is van neki, nagyon szép. És most ha nem lesz idő, jut még rápróbál, de azt már át fogja tolni, nagyon szép volt Krulitól, és megvan a negyedik kör, így is van. És persze, hogy nem mentik ki a fegyvert, mert Vertigón robban a bomba, ugye? Hú. Hát igen, azért itt Piút és volt talán, aki, aki bemutatkozott, de aztán itt a végén ugye igen találtunk egy gyönyörű szép fejest, és aztán jött Kuli, aki megmentette végül is a kört. Először füstön keresztül, aztán pedig még az utolsó játékost is letudta, illetve őt már azért látta a lábát, úgyhogy négy, négy, négy. Hiába nyerték meg ezt a kört, kettő darab Galil meg tizekkel, három meg tízzel kiegészülve, hárman érkeznek szekönyűen, sőt igazából négyen is, ajjaj, Piút, Scorch kipikelt, és Piútnak meg volt ezáltal, a esetleg, hogyha ránézne, most sima, egy free kill lenne, de valamiért nem néz ki rá, Na, most már vissza is, úgyhogy most már biztos, hogy nem lesz meg, lett volna egy, volt olyan -e momentum, amikor ha Krulli kinéz, akkor, akkor egy easy kill lehetett volna piútra, de mindegy, úgy döntöttek, hogy inkább nem próbálják meg. Hűha, Love tride közben a sortról érkező lanszert elhúzza Krulli traderre, úgyhogy ketten, sőt hárman forognak közben B-ről, ki van teljesen zárva Scythe-ról piút az AVP-vel. Na, ez így mondjuk meg lehet, a bomba az lekerülhetne. Ketten itt vannak longon, sőt könyvtárból érkezik, és még mindig, amúgy Black Duck még úgy dönt, hogy... Ja, ne, Ja, ő, meg, ja, ő meghalt. Akkor ő, ő, megint valami connection, issue lehetett. Aj, közben ki igennek megvan kapci van de nagyon lovos. űha, fersen. Ez kimarad egyedül 26 HP-val. Megvan az első. Ajjajaj, és nem lett meg a második. Pjút jön. És befejezi ezt a kört. Jaj, persze. Igen, még gyűjtegeti a fegyvereket is. Valószínű, hogy Várják a játékos társat. Aha, vissza is érkezett, közben Black Duck. Hopp, és közben hallottunk is egy ingem kommunikációt, ami, amire nem igazán szokott példa lenni. De most Ryan vagy Brian, you good? Annyit hallottunk. Hát ő lehet, hogy jól van, de lehet, hogy az internet az, az nem igazán, vagy a számítógépe. <tosz> És a továbbra is felemás vásárláson vannak a terroristák, azaz az kettő darab Galilla, meg egy meg tízzel, és egy techline van GBK kezében, úgyhogy hát ez nagyon vegyes. <kül> és ismét a banánt ezt nagyon megnéderik, és mindent kidobálnak már a kör elején. Mondjuk ez talán egy, egy, egy jó taktika lehet felsen, illetve Black Duck az, aki, aki folyamatosan próbálja agresszívabban tolni banánt, és foglalni. Érkezett egy flash, de ott nem lesz senki. Sőt, igazából öten márna, egyedül a Scorch az, aki visszanéz. A meg tízzel, és ő próbálja letartani. És hát fájtól nem biztos, hogy kéne. És négyen ott vannak már apiban. De hát az állvédők is, akik hárman ott vannak, most kimolózzák boiler előtti területet, úgyhogy boiler nem tud támadni. Zsombi még egy kicsit zajcsap. Na nézzük, hogy elmegy a füst apiból, akkor érkezett az api támadás, illetve az áttámadás. Közben Zsombi is már fölzárkózik, de hát nagyon számítanak rá. Piút itt van longon, de hát le fogja tartani. Uha, le fogja tartani házat? Na nézzük, hogy Piútnak lesz a szerencséje. Új, oké, okay. megvan kigen legalább. Piútnak bemutatkozott Gap cimanó el tudta húzni, úgyhogy azért 2v3. Na nézzük, hogy Gab CIMANO! ó! Ajaj, Ajajaj, nem, mert lovos, nagyon lovos volt. Úgyhogy a 3 v 2 t nem tudták végül is hozni. És még plan sem volt, úgyhogy most mindenképpen ekóznia kell a... Az Illés Akadémia Spiritnek 6-4 van, tehát annyira azért nem veszett még semmi. Sőt, igazából, ha úgy nézzük a, korábbi meccseket, akkor azért egész jól állnak. Nem tud meglépni a, a az enemy team, mint ahogyan azért a korábbi meccseken láttuk, hogy sajnos eléggé amikor beindult a szekéra az ellenfélnek, akkor azért nem nagyon lehetett őket, nem nagyon tudták őket megállítani. Most azért tudnak egy-egy ekokörrel válaszolni, vagy vagy fegyveres körrel visszahúzni az elbukottat, és a lanszern. Megint füstön keresztül, beleállnak ezekbe a füstökbe, és mákja van, vagy hát mák is talán, de inkább mák így van. Uuuh, laugh Cry, Die, cruelty elkapja. Épp hogy látod belőle, valamit ment volna egy hát boilerbe, az igen, Kigentől egy nagyon szép fejes... Kettő nagyon szép és elintézték. Hát egyszerűen, most ebben a körben leültették az Illés Akadémia Spirit játékosait. Itt <laughs> láthatjuk, hogy füstön keresztül. Hát nem tudom, nem éred biztosítás füstben belemenni, vagy a füst még -e belemenni, és ez, ez, meg egy iszonyatosan jó timing. És itt még igen. Nem rossz. <laughs> nem rossz teljesítmény a CT oldaltól. Na nézzük akkor, hát lesz ki továbbra sem tudta megvenni az AVP-t, ugye ő lesz most gbk a visszatérésével fölmerült a kérdés, hogy a GBK is vp de Zsombi elárult, hogy Leszki lesz az, aki vp fog. Ezúttal most nincs a kezében ez a fegyver, úgyhogy 5 darab fognak támadni. Na most érkeznek ismételten a molotovok farakáshoz. Ugyanaz a felállás felső, illetve Black Duck, aki banánban várja majd az esetleges banántámadást, ugyanúgy érkezik a flash, -t. tehát ugyanazt a játékot játszák tulajdonképpen csak hát ők egyelőre gyorsabbak vagy jobban olvassák a játékot. Na nézzük, ki megy a moló! Nagyon szép meg, megvan az első. De Black Duck tud válaszolni rá, úgyhogy egy gyors kill történik. 4v4. Maradunk ketten továbbra, és van lesz ki, és Scorch. Az még nem lehet rossz, mert ugye egy darab védő maradt Black Duck személyében. Kettő VP van ugye a CT-knél, Black Duck ugye védi. Bélerakó, tehát egy, egy kire jó mondjuk az, sőt, a végig is a másodikat is be tudja húzni simán, mert, mert egyet a, a saroknál, utána pedig, hogyha visszahúzódik mondjuk CT-re, vagy akár kimegy csörzsbe, akkor, akkor meg lehet a második, úgyhogy nem annyira egyszerű ez a de sem, és ennek megfelelően, hoppá, Gabci cimano, ki igen, kiadott egy, kiosztott egy hatalmas egy fejest, négy a háromba, ajjajjaj, piút. Hát erre nem számított Gabci Manó, illetve valamennyire számított, de eléggé, elég off közben, az a Scorch, öli Black Duckot, úgyhogy 3v2 marad, és, és el tudják foglalni így a bomba le fog kerülni, ki van füstölve CT, gyorsan neki lehet tenni. Na, csak nehogy eltúrja füstön keresztül, mert tényleg akkor azt már nem mondom, hogy mák, az, az már valami más lesz. Na nézzük. Nagyon jó volt az időzítés, lesz kinek a flashébe. Hát belenézett, illetve elfogadott próbált próbálta dodge de Lovecraft, de nem tudta, úgyhogy ő hullik. És marad egy darab vp aki nagyon lovos, próbálna menekülni, de erre rá megy. ki szerintem le fogja vadászni, vagy akár Krulli is most már megy. Vagy nem. Nem, inkább a vp t mentik. Ez a döntés. piút, pedig itt van most már lassan. Apiban itt ugye nem fogják őt megtalálni, de most már nem is az a cél, hogy, hogy levadásszák. Nagyon szép kör volt, 7-5 ezzel. Ó, és Kimnek köszönöm szépen a rédet és a kilenc nézőt, üdvözlök mindenkit! Szia, Kim! Szia, nézők! Hát itt most ugye nem én játszom, mert sokkal magasabb szintű játékot láthattak, mint, 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 mint amikor én játszom. Az Illés Akadémia Spirit inferno 75. állásnál nyerte az előző kört, úgyhogy ezzel szépítettek 7-5-re. Zombiék. Talán ugye a csapatból a legismertebb, az egyik legismertebb Scorch, illetve Leszki úr, de talán a csés berkekből a többieket is vágjátok. Napi út közben kapja azért a Molotovot, már csak fél hp -ja van, most nem megy azért az agresszív B támadás. Na, Fensennek meg lesz, vagy Fersennek meg lesz a kill, nem? Egyikőjüknek sem. Ha most azért kicsit, kicsit beleálltak a, a ték is, új, új, az viszont veszélyes Piútnak megvan Lancer. És hárman, hárman védik Béler a Ajaj. Szkorsnak, na most jön majd a Molotov. Hát ezzel nem fogják nagyon túl... Hát, ki tudták valamennyire szorítani a CT-ket, de... Érkezik most egy... Csak egy terelés vajon? Kiment sortra egy Molotov. Nagyon jókor jött a fes! Megvan Skorsnak kettő. Nagyon szép volt. Pewt tud rá válaszolni. 3v3 és Pewt feles. Ne felejtsük el, még az elején kapta. Ajaj. Hát abba a kettőt is éget, hogy 4 hp je marad. Úgyhogy szinte ez 2v2, de hát erre nem számíthatott sajnos. Uh, talán Scorch volt? Hm. Aki ugye kaptam. Na nézzük. Hűha, és közben amúgy már a lörk elment Krulli személyében, hű, és kikerüli. Ajaj, a, na ez, ez, viszont nem lesz jó. Ki igen, rá fog nézni Królira. Igen. Erre nem számított, hogy 2V, mert illetve 3V1 GBK egyedül kell, hogy megoldja ezt. Bomba az mondjuk rajta van, és egy szem elvédő! Ezt most már hallotta is. Jó, Kapci megvan. És hát kéne gyorsan mennie, 15 másodperc van hátra. Hát megkockáztatja talán azt, hogy gyorsan lekerüljön a bomba. Öpp, nem. Érkezik a füst. Jó helyre, és alapra fogja tenni a bombát. Közben betolja már szájtot. Kigen. Äh, nem. És közben Pewty is, hát Kigen mert ott volt ugye szájton. És fel tudják ezáltal szedni a bombát, és 8-5-re módosul az állás. Itt ez mondjuk egy hatalmas nagy uh, fordítás volt zsombitól és ez nagyon két fontos kia volt, aztán nem számított már rá, hogy még a füst előtt, illetve után be fog sétálni, be fog rohanni a a CT játékos Pewt és le, VPZ őt. Ha ott nem tudtam a zsombit elhúzni, akkor akkor azért 3v3-ban Pewt ugye ugyanúgy feles. Más lett volna a fekvés, fekvése, de így, így sajnos nem lett meg ez a kör. 8-5. Nagyon rövid volt ez a játék, Kim. Csak egy, egy pályát mentetek? Egy pályát fecáztatok a srácokkal. Közben amúgy érkezik a B, gyors B támadás. meg megvan két kill is. Ez csak zombi és lancer is. Hát ez így eléggé állaki. És közben ki is vannak már füstölve, úgyhogy Leszki nem tud trédelni, de közben. ide. Na, lesz től egy nagyon szép kigenre egy nagyon szép VP lövés. Ja, hogy csak pihenő van, nagyon helyes. El kell még utána játszani az igen Krulinak beakadt piút 3v3, ez még mindig hozható. Üha, ret, ret, jaj, 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 mm. Előtte mondjuk magát Black Duck is lesz ki, próbált is rá szkópolni, de... Hát akkor meg élvezd ezt a fantasztikus mérkőzést, ahol valószínűleg nem sokára 9-9-5 lesz az állás. De még azért ne írjuk le illetve Krulit. Um, teljesen lehetetlen pozícióban vannak már a ct tehát így nem lehet rájuk számítani, de Black Duck, oppá, nagyon kevés, de hát micsoda timing jön ki, Love Cry Die és Gab el tudja húzni. Róla is megvan az info, valószínűleg Black Duckról is megvan, de hát uh, egyedül van Krulli megint. Op, na ezt most már legalább hallja. Nagyon szép, és még mindig 100 hp -ja van, úgyhogy ott van még Black Duck, de aj, de megint a timing. Megint az a fránya timing, fersen. Új időben jött, most itt ez a két kill, -a, ugye a legelején ez már. Mondhatjuk szinte, hogy eldöntötte a mérkőzést. Köszönöm szépen közben a követést Bencének is. Öt, és az utolsó kör következik, úgyhogy hát ezt én azt mondom, hogy be kéne húzni, 9-6-tal fordulni. Infin nem lenne rossz, mondjuk T oldalon persze, az a Akadémia szempontjából, de hát... Ó, nagyon szép, hát erről megy a highlight. A replay lesz, kitör egy hatalmas nagy fejes, nem véletlenül a VP-s. A tal is ügyes a srác. Na, ezt talán egy kicsit azért meg fogja őket akasztani. Ketten továbbra is banánt védik, és ugyanaz a taktika, de hát pjút, pjút, se lehet azért megállítani a VP-vel. megvan neki és Skors közben nullázódik szinte, 8 hp -ja mellett Pewtnak, ah, közben megvan Leszki is. Ó, Jézusom, Kobian is, az a zombi. Jézusom, Lancer is hullik, hát már négy killnél tart, lehet, hogy meg lesz az észpiútnak. Láttunk már ezen a meccsen egy észt, akkor ugye fair sem volt az, akinek nem végül is blackback lesz meg GBK, úgyhogy hát nem jött össze a hatodik nyert, kör 10-5-tel fogunk fordulni, ez azért egy hatalmas nagy fejes volt leszkitől, de hát nem volt kisebb itt. A sajnos Piút is megmutatta, hogy mit tud a VP-vel. Na nézzük akkor, hogy hogyan védekezik a magyar csapat. Az Illés Akadémia Spirit. A CT oldalon kezdenek, és a Dua Beretta az most végül is nem került elő. Két, de, de hogy nem előkerült, mire ki mondom azért. gbk csak megvette, úgyhogy gbk nál ott van a duáberetta, és hárman mennek bére, érkezik egy... Ó, oh, jön kifele a flash, mindjárt banára. Hű, nagyon gyorsan érkeznek, megvan, talán az első Gabcimanónak megvan. Á, nem, nem, nem lett meg a második, lesz tud válaszolni. Sőt, Leszkinek megvan a második kill is. Felsen és lovecry -e is hullik, de érkeznek tovább. Micsoda fejes volt Leszkitől, ki igen. Azért oda tette, most megtette a magáét Leszkláren, és egy darab terrorista marad eddig életben, jön Scorch, elintézi Black Hű, azért ez gyors kör volt, megpróbáltak gyorsan B-t betolni. Ez most, ez nem tudom miért fagyott ki. De itt azért láthatjuk a lényeget, itt lesz klár ennek a, az egyik, és talán még majd itt lesz, ott van még a másik fejes, így van. Igen, meg hogy miért Kobiania, egy vagy szólnak, hogy írja már át, mert ez rohadtul zavaró, amikor olvasom a Killfeedet, -e, akkor mindig Kobianit akarok mondani meg azt is mondok. Na nézzük, megy le a nédem úgy midre, nem, ebből nem érkezik egy gyors támadás, beragadnak rámpa aljára, illetve hídon szekmidem. Arra meg is van az információ. Hopp, jókor fog érkezni ez a néd. Sőt, nagyon jókor érkezett a néd, felsőnek van 20 HP-ja, piútnak és Loveclyde-nek is már csak 70 körül, illetve inkább 80. Na nézzük, négyen megindulnak, és lörkként kiigen jön majd apiból. Egyelőre felsorakoznak a mit füst mögé, ami most már ez is fédelt. Hárman fogják őket várni. Longon nézzük, hogy lesz kinek. Hűha, aki igen, jókor érkezik majd. Jöpp, Gapci be akar az első, Love Friday. Na nézzük, hát ki, nagyon egyedül lesz amúgy Longon, ki van? Molózva Long, és hárman beragadnak. Nagyon szép Leszkinek megvan Black Duck is. Ott lesz esély, és nincsen Pewt-nak sem. És hát fel sem marad egyedül. A... Apá. Nem, is, hoppá, halt Lancer is, a gépekenek van 10 AP-a fersenek be, akad Króli is. Mit csinál ez a srác? A 20 ap a osztja azért a fejeseket, úgyhogy hát még mindig 3v1, azért ez csoda lenne, hogyha tudná hozni. Ha igen, akkor, a, akkor vége van a közvetítésnek, de nem lesz vége a közvetítésnek, zombi tesz róla, fersen is meghal, úgyhogy... Úgyhogy 10, Zárköznek föl zsombiék, és hát a vásárlás még mindig nem a legacélosabb ugye a CT oldalon, de már előkerültek az M4-ek, ott van egy FAMAS, meg MP9, 2 MP9 is. Még az enemi oldalon, ha uh, két kört buktak, de erősebb a vásárlás, ugye hát nyilván T oldalon azért a vásárlás jóval könnyebb, mint a CT-knél, olcsóbb ugye az ak és még erősebb is, de már felső megint kapta a nédet, ajaj, Black Duck nyitja, Krulira egy lövéssel és egy kill és ú, uh, a gbk is 20 HP-ja marad, egészen eddig, úgyhogy gyorsan 5v3 alakul ki, felsőnek igaz, hogy van 10 HP, a Black Duck meg 40-re sebződik, de hát akkor is az ember előny megvan, és hát információ nem sok. Lövik a banánt, és sőt négyen vannak már banánban. Skos feltartja őket, sőt Skos hallja, és egyre többen érkeznek. Hűha, ezt egy keveset. Kigen és Felsen is nagyon lovos, úgyhogy ebből még Skos el tud, még tud profitálni akár. Na érkezik közben a CT füst Lovecry meg... Na nézzük, nézzük a timingot! a Jézusom Lancert el tudja húzni, de milyen timinggal? Mintha mint, érezte volna, hogy mikor kell kipikelni, mikor hova kell tartani. Black Duck közben el tudja lőni Scorchot, és lesz kimarad egyedül, aki hát próbálta volna menteni, de közben érkezett Love Cry, de Longról. Hát ez, tehát ez. Jó, ki, kinézett először, tehát végül is... Mm, mondhatjuk azt, hogy, hogy ez talán Lancernek is egy picit így a... Hát ne írjuk a számlájára, de... Neki is volt ugyanúgy ideje. Megvolt a pík, és aztán egy gyors visszapikkel le tudta őt szedni. Nyilván előnyben volt, talán azért is egy kicsit áldíztatott volna még, de ez most már a múlt év. Na nézzük, érkezik a mit füst. Jébikát is megpróbálják talán letolni, vagy érkezik majd egy boost? Na, ha, egy boost fog érkezni. Ott nem igazán látnak senkit, mert érkezik közben a B támadás, Piút már tolja is befelé. Hát nincs semmi, ami megállítsa őket, de Lancernak ott van. Kettő, három is beakad. Nagyon szép. 4v2-ben vannak, és oppá, most már gapci van, érkezik, de letartja ki. Igen. Ajaj. Az úgy nem jó. 3v2, és Lancernak nincs. Alig van hp -e, ugye ő megtette a magáét. És tudják, hallják közben, hogy CT az forog. Sőt, visszamegy. visszamegy? Króli visszamegy. Hát igen, mert a bombát még ugye föl tudják itt szedni a terroristák. Ajaj, Black beakad közben lesz ki is. Az nem jó. Így most egy 4 v 2 egy gyors 2 v 2 ráadásul Lancernak továbbra is nagyon kevés hp je -ja van. Ajajajaj, aj, aj, ne, 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 Ó, oh, meg volt az első Krulinak. És 1v1, Lancer. És hát tudják, hogy Lancer ott van B-Sighton, úgyhogy most hogy gyorsan fölveszi. Hát muszáj mennie. Talán mire Ayr áll le rakóra. Átér, Ayr, átér. Menti? Nem, inkább menti. Menti? Nem biztos. Nem, megpróbálja. Hát, uh, pff, át, jut, jut, jut. Aha. Hm. Tényleg kár volt ezért, mert, mert nagyon, nagyon szépen indult ez a kör. Három kill lancernek. De hát a többiek nem tudtak válaszolni, és talán itt, itt ez volt most a legnagyobb probléma, hogy tényleg ő, ő oda tette a, a magáért, ráadásul egy, ha jól emlékszem egy péket, egy péket vagy egy, egy szem volt valamik a kettő közül. De a többiek nem tudtak rá válaszolni, nem tudtak trédelni, úgyhogy megvan a 12. kör is a e Sportsnak, és időkérés. Na nézzük. echo vannak a CT-k. Nem is vettek semmit. Négy darab USP, meg egy Dezi Lancer kezében. Hát ugye Lancer volt az, aki az előző körben tudott villani, ugye az ő kezében ott marad a Dezi. Hát, és fal mögött egy dolog bújik Scorch, Az még lehet talán nyerő is. Hát mindjárt kiderül. Na nézzük. A flash nem fog valószínű kapni a csapattársától, Lansertől, aki már 7 HP-t a közben, úgyhogy neki óvatosabban kell az visszapattan, nagyon szép, Jó, ez azért erről ment a klip, nem láttuk belülről. De közben már egy 3v2 alakú ki lesz, és GBK már az életben egészen eddig. GBK éri túl egyedül, ott van nála Tech, Tech 9, meg 10. Mindegy végig csak egy, számot rontottam el, már mint hogy a 9 helyett 10. Hát, amúgy hallja igazából a, a és így mondjuk hátba tud menni. És a B védő még, vagy a B támadó még egészen messze van, tehát Black Duck még, hát sőt, ő letartja. Ő azt gondolja, hogy GBK esetleg szájtról, B szájtról fog majd rotálni. Na, áh, és nem, nem megy tovább. Na, de lehet, hogy tovább megy. néz nézzük, gb nézzük Nem. Ott fogja menteni. Ú, uh, pedig ez mekkora play lett volna, hogyha esetleg ott bemegy, de így most pont elkerülik egymást. És most fog megindulni. Ó, oh. Hát hol? Igen, hol. <laughs> ajaj, ajaj, ajaj. Na nézzük, nézzük, nézzük. Black Duck háttal van, most kéne kinézni. Nagyon nagy lesz. Jaj, néz ki. Néz oh, most, fog be. Ki. <kül> 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 Nagyon szép volt. Gapcivonnak megvan, és ott van a kimentett AK, úgyhogy ketten maradnak életben. Hát nem tudom, hol van a kettes igen. ott volt, azt láthattuk, ez volt a lényeg. Kobianinak az a Skorsnak meg volt az a Zeus kill. De hát sajnos ez is 13 hét, úgyhogy három körre van a Jod eSports attól, hogy megnyerjék ezt a mérkőzést, ugye régi nevükön No Surrender GG, de hát azt tudni kell, hogy ugyanőket elverték zsombiék még a korábbi felállással, a óra a, a rájátszásban, de hát az ott a, Jod eSports névre váltó csapat elég erőteljesen átalakult, talán szinte senki nem maradt meg ugye a No, szerint a szerint GG-ből, és közben hogy egy api, gyors api támadás érkezik. Mert is megik Krulitól a néd, és közben hát kéne ide tartani. Krulinek meg van az első, második is, nagyon szép. A gbk jön egy néd, kéne ide tartani. Nagyon jó, érkezett a Molotov, úgyhogy itt meg fog akadni egy pillanat ezen a ponton a támadás, az átámadás. Így is van, mennek visszafele Pewt és Black Duck. A bomba marad egyedül még lörkölni a házban? Ez mondjuk érdekes, nem? nem? Úgy néz ki, akkor érkeznek vissza. Megnézték, ellenőrizték, hogy banánt -e, de nem, lanszer. Ez bocsánat, Scorch, van egyedül Bén. Ő letartja neki elég az a füst, sőt, talán még nem most neki nincs több. Nagyon szép GBK-tól itt van a következő kill. Ketten maradnak életben. Hát ezt most már, ezt most már innen nem lehet elbukni. Nagyon szép, hát piút, piút a vp tényleg megállított na igen és ott is van és hullott is bizony az a vp Piútnak a szerencse hozó a vp ért de nem veszi fel senki? de hozzák azt hát nem látjuk a feléket, pici hát ahhoz képest figyú, hogy én nyomkodok itt mindent hmm. OBS-be azt nem tudtam beállítani, hogy, hogy fix, tehát be lehet max időtartamot a replay de van, amikor úgy gondolja, hogy csak egy 4 másodpercet csinál, van, amikor kitölti a 7 másodpercet, szóval ilyen én tök random. Tehát azért van, hogy néha ilyen feketeséget lehet látni, úgyhogy, de, de, na, erre majd valamit ki kell találnom. Valami megoldást, na, esetleg lehet, hogy megkérdezem majd valami nagy tudású Esport egyes kollégámat, aki jobban ért ehhez, és hát azt mondja, hogy jobban ért hozzá, de... <laughs> Na, de akkor nézzük a 22. kör 13.8. 8 és ö, teljes vásárlásom van a, az Illés Akadémia. Leszki kezében ott van a VP, ezt most ha nem kéne elhullajtani. És hát egy jó hír, hogy Piútnál viszont nincsen. Ekkora kényszerültek, sőt forszolták amúgy a, a lengyel játékosok, tehát annyira lengyelek, mint mi, tehát a talán lengyel ez nincs is köztük. Itt amerikai, albán, brit, hollandis és <kül> versennek már fél hp -ja van csak. Na nézzük, GBK megint egy jó timinggal érkezhet, megjelenem a sort, az ki van füstölve. De hogyha az fédelni fog, és mindig abban az irányba néz Pewt, na, 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 nem, nem, vissza bennek mind a ketten. Hát, benéztek Banánba és most úgy néz hogy ez megint egy mit támadás lesz. Apiban már ott van Love Cry Die. Ő nálam mondjuk ott van egy AK, úgyhogy arra figyelni kell, az veszélyes lehet. A sortos playerre főleg, de letartja amúgy még Pitből Krulli. Úgyhogy kiugró az nehéz lesz, ajaj, ellője magát GBK, érkezik a Molotov, az már gyors támadást nem lesz, de keresztül futnak, na a részer, egy Gapci Manónak megvan az első Pewt, talán az egyik legveszélyesebb játékos, hoppá, Love viszont tud válaszolni, de nem sokáig marad életben, króli előtte őt. Igen, ojaj, ki és Black Duck is közben bemutatkozik. Scorch és Lancer hullik 2v2, a bomba leker... nem, biztos, hogy le, de lekerül, lekerült a bomba, és hát lesz ki rotál, eléggé későn szerintem, de mindegy kettő egyben azért ez még nem megoldatlan feladat. Mhm, <hül> Ott uh -huh. uh -huh. van Pitben van Krulli és Leszki pedig, na nézzük ki, igen. Ajaj, és Krulinak ott van, nagyon szép fejes volt. A bombát tudják hatástalanítani, úgyhogy 13-9-re Boldosul ezzel az állás. Zárkózunk föl, hát nehéz lesz, kapaszkodni kell. Ugye az elmúlt szezonban láthatunk már nagy visszakámbeket. Ugye nyúkon az ominózus 14-6-ról 16-14-re nyert ugye az Íres Akadémia. De az itt teljesen más pálya, teljesen más csapattal. minden más volt tulajdonképpen, tehát nem lehet összehasonlítani. De legalább a, vannak biztató jelek, és ugye ha már az előző meccsekről beszéltünk, ugye mint ahogy a második és az első meccs között is volt már ö, különbségi taktikem a játékban, azért ö, no, továbbra sem tudtak sokat gyakorolni a játékosok magyar oldalon, azért ö, látszik, hogy, hogy van már némi, illetve ez a pálya azért ö, nem annyira rossz pályája az Illés Akadémiának, egy kicsit ráfekszenek, akkor azért az Inferno az, az ugyanúgy jó lehet, hogy a tavalyi szezonban is volt. Na, és közben van egy híró a kigennek. Black Duck közben kapja az első Scorch. Lesz ki öli Pewtot, úgyhogy gyorsan 5v3. A híró az mindig életben van. Love pedig itt bújik. Bétel? Talán? Nem. Lancet a Scorch. Hát, oda, oda bevenni, igazából utility nincsen. Lovecriday-nál van egyedül kettő darab flash, hát azzal nagyon... Execute, oppa! Execute nem tudnak, scores, na vajon számít -e rá? Üha! Uuuu, Fersen egy hatalmas De fejes zsombira, és már számít rá! meg oh, megvan a második fejes is, Lancer, hát erről sajnos megy a replay. 3v3, na, Manónak beakadt Fersen, úgyhogy 3v2, de a bomba közben lekerül. Ajaj, oh, és érkezik közben Krulli banánból, Keegan pedig letartja őt. Na, oh, nagyon szép Krullinak meg volt Keegan is. 3-4 Lovecrydyne-nak hullania kéne, hullik is így van. Úgyhogy 13-10. Valaki írt nekem. Ja, a Kodiak Stream indult, de hát nehogy azt nézzétek, nézzetek engem. <laughs> Igen. Ah, most például pont levágta ugye azt a, az első fejest, amit szerettem volna kiklippelni, úgyhogy uh, ki. Erről nem maradtunk. Na nem baj, úgysem időtük, úgyhogy <laughs> sok mindenről nem maradtunk le. 13-10, most már lőtávolon belül van az Illés Akadémia Spirit. Ezt a kört még valahogy ki kéne bekelni, illetve meg kéne nyerni, mert uh, fullos vásárláson vannak a ték. Lesz ki tartja Midet. Na nézik valaki kinéze majd rá. Nem, mire kinéznek, addigra lesz ki visszafut. Úgyhogy de jól is azért, mert Piút az, aki, aki megint nagyon bátran jön fölfele VP-vel a kezében. Nagyon magabiztosan játszik a... Ő talán az albám, mit tudom én milyen játékos, nem is érdekes. gb közben molóz a boilert. És jól is sejti, mert ott vannak már ketten, sőt érkezik. A harmadik lesz, kinek megvan Pewt. Na, egy nagyon erős játékos, sikerül kiiktatni. Kigentől érkezik a longfüst és Love Cry megpróbálják majd valószínű nem, hát nem fölveszi a VP-t, de hát nem tudom, a többieknek mennyire ment azért az a VP-zés, ott nem fog senki találni GBK-ról, még nincs meg az info. Ez még jó lehet GBK-nak, így van, meg is van Kigen. Na, számít vajon? Oppá, számít rá! Ott van a második. Nagyon szép volt GBK-tól, Black Duck marad egyedül, meg lehet a 11. kör. Meg is lesz a 11. kör, ha nem, akkor tényleg vége van a streamnek. <kül> akkor lelövöm, de komolyan. Hát ez egy jó hosszú kör lesz, hölgyeim és uraim, mert még apiban se tart. Nagyon apiban még mi se nézünk ki, úgyhogy mire ő, a legelső ember, akivel találkozott, az talán... <coughs> Bocsánat. Talán miden? Jó, ja, még a mindes játékosunkat, a gb el tudja esetleg lőni, hogyha jó időben és azért a timinggal. Elég jó barátságban voltak, így is van, Black Duck. Hopp. Ugrana vissza. Na, Hansennek végül azért beakad, hogy nem tudja kimenteni azt a fegyvert. Hát GBK bukta egyedül, de ott van kettő VP is ki van mentve. Ákák, úgyhogy ez egy gyönyörű szép kör volt, és, és le a kalapol a csapat előtt. GBK előtt is nagyon fontos felegeket szerzett ebben a körben, vagy ebben a körben is, úgyhogy... Ez egy hatalmas nagy visszatérés lehet. Nem csak a csapat számára egy hatalmas nagy comeback lehet, ugye 13-6-ról, vagy 7-ről talán hanem, hanem GBK számára is. 20 killnél tart, top fregger Krulival egyetemben, ugye az új, az új fiú, mondhatjuk így, úgyhogy ők, ők, most a vállókon viszik a csapatot, de ezért a többiek is nyilván oda teszik magukat, és, és, egyre jobban játszanak. És talán most a, a lélektani előny az náluk van, meg a fegyverzeti is, tegyük hozzá. Nézzük, Krulián, api van. Hoppá, Piútnak. Na pjút, ugyanolyan jó lesz-e vajon? Aha, lebukott. Scorch nem tudta őt ellőni. Nagyon kicsit sebezte őt 9 HP-val. Hát és hetet kapott zombi viszont. Jön a B-execute. Deziken, na nézzük, hogy mire tudnak menni. Kiment a Molotov scorch Így nem fogja tudni megpróbálni. Már is rohannak vissza. És belefutnak majd a hármas A védelembe hogy készülnie kell leszkinek longon, kiment a füst, úgyhogy az is meg tudja őket majd akasztani, bár hogyha érkeznek jó időben flessek, illetve füstök, á, érkezik még egy füst, de hát ugye tudjuk, hogy az nem fal, azon át lehet menni. Na nézzük, ki igen visszatart, Ját, nem ő ki tartja ugye longot, aha, érke... aha, azt úgy akarta olyan, érkezik a flash, visszavonultak szájtra, nagyon passzívan, de miért, miért ment át? Hoppá, ez így nem biztos, hogy jó lesz, nem biztos, hogy jó lesz, Leszkinek megvan viszont fersen, <laughs> Üha, Blackdatnak beakadt közben Gabci Manó. tud válaszolni, Blackdatnak ott van a második is, 2v3, ez hogy alakult ki? Hát de miért, miért rotáltam úgy? A három elvédő volt, Piútnak közben beakad. Hát ez hihetetlen. Na, legalább esik a bombás, zombi el tudta húzni. Ez még egy izgalmas lett, és nagyon messze van még Pewt. Talán tud... is, és nagyon kevés ideje marad. Le kell, hogy tegye. -e fogja tenni. Oh, Aj, zombi lőd el! Nem lesz idő, nem lesz idő. Lesz idő? Nem. Nem lesz idő, megvan a 12. kör, de gyerekek, hogy van meg a 12. kör, Jézusom? Fú. Hát megőszültem egy kör alatt, tehát így se vagyok amúgy se fiatal, de hát ez... Fú. Hát indul az átávalás, és, és előtte átrotál, nem is tudom, lesz kijött be ugye longról, nem tudom melyik á, védő volt. Talán, talán GBK volt az, aki, aki átrotált B-szájtra. Hú. Na jó, a lényeg, a 13-12 nagyon szoros a mérkőzés. Most már tényleg megvan az esélye az Illes Akadémiának, hogy, hogy Sőt, ha ezt a kört tudják nyerni, akkor akár 14 is lehet egészen könnyedén, és akkor már ők lesznek elő, mert közben a 4 éve belehal Fersen. Nagyon szép volt végre, ők és azért kapják! Mi? Micsoda? Haló? Bo 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 bocsánat. Tudom ilyet miért... Tudom, nem szabad, De ez mi volt? Nem baj, nem baj. Me mehet a klip. Na, hát piút meg Black Duck még, éle még életben van úgyhogy még akár meg is ölhetik egymást nyugodtan, <kül> és akkor 5 v lesz Love Cry, de és, a, és a, az egész CT csapat, de hát így is 5v3 van, Black Duck pedig fél HP-val köszönhetően Pewtnak, a Pewt egy teljes új, új, új idegben van, de nem annyira. Na jó, de azért igen, azért. Hoppá, és ilyet sem nagyon szoktunk hallani, sőt, eddig nem is nagyon hallottunk egy teljes szezont végig. Kasztoltam, ajaj, Love nak közben Krulli van meg, 3v2, de mindketten felesek a T oldalon. Nagyon szép lanszertől, a Kill Love cry, die, hullik, és marad egyedül Black Duck, akit hát végig már halott, tehát így már rá nem lesz veszélyes. <laughs> saját, csapatát csapatás, semmiképpen sem. Aj, oh, zombi, zsombinak olyan... hát nem tudom, meg a keze? Tehát így erősítsetek már meg, hogy ide, ideges egy picit, vagy nem tudom. Tehát mint hogyha... És szünet. Szünet érkezik. Jó, <laughs> <Nyomot kóbian. gül> Szünet következik ugyanis 13 hétről. Hát én bevallom, őszintén, én se tettem volna sok pénzt arra, hogy, hogy vissza tud jönni az Illés Akadémia Spirit a meccsbe, de visszajöttek a meccsbe, és nem is akár hogyan. Ráadásul Piútnak van egy darab ákája, nem tudom, hogy megkockáztatják-e Ja, de hát, de... 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 Lost bónusszal szerintem erre rá fogják vásárolni. Van Love Friday nak 4200, Black Duck 4... Hát nem lesz mondjuk sok. Szerintem megpróbálják, és inkább Galilokkal, meg talán még egy ákával. <laughs> Forszolniuk kell, mert hogyha most már csak azért is, hogy a piutnál ott van az ág, biztos, biztos, hogy, hogy ráveszik. nincs, hogy nem. Lehet, hogy most éppen lebasszák piutot. Lehet, hogy piút az teljesen, teljesen, elvesztette itt a... <laughs> elvesztette az, az, önkontrollt is, meg úgy, úgy a... kitért a hitéből. Hát azzal kezdődött, hogy egy Black Duckot <laughs> gyönyörű szépen lefelezte. <laughs> Ja, hát adja Isten, hogy most éppen veszekedés menjen a, a T oldalon. Nagyon, ez mondjuk nagyon kell. Ez is kell azért, ez is a játéknak a rész, és megint van egy meccs szüneteltetés. Miért? Most, most lehet, hogy zombiek kértek ki, hogy, hogy tovább tudjanak, hogy tudják gyilkolni egymást. A... Igen, is ez is egy jó taktika lehet, hogy <coughs> kikérik az Illés Akadémia játékosai is, hogy a jó e-sportosok tovább tudjanak régyelni és egymást hibáztatni adott esetben. ezen a szinten talán már azért nyilván Ezt ki a game után. Igen, ugye ráadásul ők új csapat, ők voltak a No Surrender GG, akiket ugye zsombék megvertek a rájátszásban a tavalyi szezonban simán kettőn úrra, de az egész csapat kísérődött, és ugye a nevük is megváltozott. Tehát igazából senki nem maradt a No surrender úgyhogy lehet, hogy jön a következő, lehet, hogy a következő csapat a illetve csapatváltás is. Ezt követően és még mindig szünet van, de most nem lépett ki senki, tehát most internet probléma nem lehet, sőt, vásároltak is már a játékosok. Jaj, jaj. Ki írt? Valaki írt nekem Discordom. A közben itt vagyunk, igen indul is a 27. kör 13-13-ról, és hát ahogy prediktáltam is, így is van. Forcolnak a, a ték, úgyhogy kockáztatnak, ha ezt a kör tudjuk nyerni, akkor ott lehet 15 kör is. Akár, ajaj, fersen, nincs meg végül neki egy kill sem, Skors nem akad be, de ez nagyon veszélyes. Hú, Skors -e számítanak, a Flash nem tudja megmenteni, mellé lő, de se találja el, nem hiszem el. Nem Skors volt az, bocsánat, Skors volt az, aki flash és nagyon jókor jött a Flash, de egyszerűen a Lancer nem bírta, hát mellé lőt, vagy két másodpercen keresztül fersen. Ember kerül a T csapat, de mondjuk HP előny az talán, hát kb. ugyanannyi HP-n vannak azért összességében, fersennek nagyon kevés maradt, 35. Egészen pontosan Kobianinak az az... nem hiszem, Scorch. Na, igen, szóval Scorchnak. Belejé közben a molóba, ki igen is tud válaszolni, lesz kire. Hűha, 3-2, let's go guys, ezt is most már hallhatjuk. Micsoda, micsoda csemege, most már in-game hangokat is, kommunikációt is hallhatunk. És a bomba le fog kerülni közben b és ketten át ezt menteni fogják. Úgyhogy bejött a kockáztatás, 14-13 lesz. Hú, nagyon kiérezett harc. Ebből lehet, hogy még egy overtime is lesz amúgy, úgyhogy készítsünk be mindenféle elemóziát hidegélemet, üdítőt, vagy alkoholtartalmú italt, mert ja, ezt jól, jó a srácok. De hát legyen úgy, vagy hát ne centrizzék ki, legyen 16-14, nem bánom. Csak ne találják meg őket, ugye Pitben, illetve headshotban bújnak mind a ketten, GBK, illetve króli. Érkeznek amúgy. Hopp, meg is van Klurinak Black Duck, nagyon szép volt, úgyhogy azért értekes fegyvereket, mondjuk egy VP meg egy AK ki lett mentve a T oldalon. Sajnos. <coughs> és hát érkezik az újabb időkérdés, és ez valószínűleg az Illés Akadémia Spiritnek a részéről. Lesz ki közben, kilép. Nem hiszem, hogy neki internet problémái lennének, hanem valószínűleg indítja a cheat, már hogy a... <kül> indítja a streamet. <kül> Vagy biztos görcsöt kapott a keze a sok izé pillangók és pörgetéstől. rendkívül jó hírt kaptam, és volt egyes berkekből, de ezt ugye ez nem publikus. <laughs> Pénz áll, a... nagyon jó. <gül> <Ennyi>. <gül> no, és tehát a szünet, ki... úgyhogy 14-13-ról folytatódik a mérkőzés, és, pjú! Hát ott tényleg vannak. <laughs> Hát ott. <laughs> hát ilyet. gyerekek, MM. Hát <laughs> átértünk MM-re, Ko Kobianinak. Azaz meg megvan már ki, igen, 3V. Sőt, 2V5. Black Ducknak ali van HP, mert ugye azt meg Piút leszette még a körnek az elején. Hát kész. Ez kész. Ez Bedűldött GBK is. Laf cride húzz el. húzzel, Black Duck marad egyedül. Hát, hogyha ezt lehozza 5V, 1 Klács ész. Appa, na, az első azért megvan, lehet. Lehet ez volt a taktika, most behetetik a, a CT csapatot, nem lesz meg. Volt -e erről? Nem volt. Nem, ez még egy korábbi. Na mindegy. Hát ez nagyon kemény. 14-14, én még. Oké, okay, hogy nem, nem tír egyes csapat, meg nem major vagyunk, de hát azért ese a meccsen egy egész szezon, már végig sőt, egy másfél szezont végig kasztoltam. itt az ese a És, és már megy, már megy. Piut már kapta 84 HP. Az komoly. Hát nem jutok szóhoz. Ilyet, én nem tudom, hogy ti láttatok-e, kedves nézők, tehát, hogy bárhol, tehát mm kívül bárhol, ahol, ahol, azért mondjuk van tétje nyilván a játéknak, hát ez, ez nagyon komoly, ez nagyon komoly. Novább, igen. Köszönöm szépen a követést szociopatának közben. Hát, kigenek alig van. Én azt mondom, hogy szerintem akkor így shut up, hoppá, shut up. Hoppá. Black Duck közben, ajaj. 3v4, úgyhogy piútott, közben a Black Duck a, a megölte, úgyhogy beindul indul közben a B támadás. Leszkinek közben megvan Love Cry Die, ki igen nem tudja elhúzni, a Black Duck lovos, 4 hp je maradt összesen. Hát a bomba, Ajaj, ajaj, Az amerikai, lehet, hogy itt ilyen amerikai orosz. Ellentét van, Gabci nak ott van ki, igen, és Black Duck is. Hű, 2v1, marad egyedül. Na nézzük, érkezik Leszki közben. És Krulinak beakadt Fersen feje is, hát ez hihetetlen. Hát ez hihetetlen. Nézzük szerintem, én azt mondom, hogy nézzük Piútot, mert erről, erről mindjárt készül egy klip. <laughs> már, már keresi, már keresi Black Nem, nem keresi? 15-14. ótérre már biztos, hogy elmegyünk, hogyha, még hogyha ezt a kört nyeri is. Az. Az igen. Hát, hogy összevesztek. Vagy valakinek a csaján, vagy nem tudom, vagy egy ilyen politikai konfliktus lehetett. jaj, lesz kinek. Lesz kis közben belerázodik. Black Duck halt. Mindjárt ő is lép ki. Hoppá, azért, azért még nem kell magunkat teljesen elbízni. Hoppá, lesz ki, tudja, hogy a lőni besegít. Egy ember marad életben. Na, ki fogja befejezni. Lesz kifejezi be, és 16-14. Hát azért. <laughs> Ezt még megnézzük. Sű gyerekek, hát azért ez, ez, ez nagyon komoly volt. Én ezt nem gondoltam volna. Hogy eddig eddig el fogunk jutni. Ezek hagyják el a gépüket. Mi? Hát ez nagyon komoly. Én szó se jutottam. Komolyan mondom, tényleg. Mindenek megnézzük, hogy valószínűleg egy zombi itt van, és hát nem tudom, hogy mit tud ebből a, a meccsből értékelni. Próbálom bezárni itt a, a közben a. Öööööö. igen, itt van velem Zsombi úr is. Haló? Haló! Szia zombi. Hello! Oh! jó idő van, úgy látom. Az, az Inverse Diehard oh, Die Hard fekete fóló van trikóban Bruce Willis. Hát a ja, Bruce Willis-es volt azért így a vége. Uh, először is mit, 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 szólsz ehhez, amit az enemy Tudom, nem belül kéne foglalkozni, de hát ezen szerintem egy cset is meglepődött. Nem tudom, hogy titeket, titeket mennyi, így mennyire ért áradalom. Hát figyelj, azért ilyet a sem még nem láttam, de abból adódóan nem ért annyira váratlanul, hogy ott az elején, hogy nyomtak egy 5 perces pauzt, már elment az egyik játékosnak az internet náluk, aztán így, nem tudom, a maradék négy játékosból hárommal barátságosan elkezdtünk beszélgetni, mármint tényleg egy csicseteltünk. Erre ez a hülye gyerek, amelyiket aztán a végén mindig lelőtték, az a elkezdett üzei, egy writing, nem tudom, tehát így nem értettem az embert de... Nem tudom, kicsit, kicsit valami, valami nem volt nála. Fusszát lehetett a, a srác. Fekete kacsa kiborult tőle. <laughs> Lehet, hogy rasszista volt a piút, és de azért meg kell hagyni, hogy előtte mondjuk jól ment nekik, de, de azért a 13-7-nél kezdtétek meg a felzárkózást, és sőt, a fordítást is, ha jól emlékszem, még a, a tékek előtt meg volt a fordítás, és utána azért talán besegített valamennyire, de, de te hogy élted meg a, a 13 hétnél a, a CT oldalon? Bíztál abban, hogy, hogy ez meg lehet még? Tehát láttad a Persze. csapatban az erőt, lesz úr Ja, ne, abszolút mindenkiben igaz, Andy Ball, Én szerintem onnantól kezdve, hogy a CT pisztoly megvolt, onnantól kezdve világos volt, hogy itt ez meg volt a CT pisztoly, rohadtul nem de meg volt, csak aztán buktunk vissza valamit, amit nem kellett volna. ja, -e, ott egy kicsit igen. a seggen, mert ott volt egy ilyen force -körünk. Ja, nem tudom, na mindegy igazából, de, de nem tudom, én nem, nem, éreztem úgy, hogy hát azt hát. éreztem, hogy a fél időben benne hagytunk, vagy három-négy kört, azt nyilván sajnálom, de amúgy én nem éreztem őket erősnek, vagy jobbnak, úgyhogy, ja. Igen, amúgy, de tényleg is látszott is amúgy, a, bár azt mondtad a mérkőzés elején, hogy még nem volt időtök sokat gyakorolni, reméljük, hogy azért a következőig, ami vagy holnap, vagy, vagy csütörtökön lesz, nem tudom, ezt így tudjátok-e már, vagy, vagy még egyelőre nem. Uh, lesz. Holnap, holnap lesz végül egyébként. Na, az szuper, mert akkor látom a Fradi meccset csütörtökön. Köszönöm szépen ezúton is mindenkinek, aki ezt lehetővé teszi. De jó, nem, az hogy is a, a csé az első, meg az ilyes. Úgyhogy ja, tényleg amúgy nem tudom, hogy, hogy a névváltás az most már így hivatalos, mert ugye a, fészíten azt láthattuk, illetve a nézőt talán nem láthatták, mert ugye a... a Aha. Igen, a, a, nyugodtan, nyugodtan érde, nincsen mes. semmi, tehát ugye nekünk, nekünk az IAS-sal igazándiból a, a tipmixre van szerződésünk, tehát ott, ja. ott még IAS leszünk igazándiból így a, 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 a következő, uh, mit tudom én, őszi őszin is, hogyha minden igaz, vagy legalábbis mit tudom már nincsen ebben módosítás, viszont ez nem vonatkozott az SEA-ra sohasem, csak ugye az előző tipmix szezon az es volt, és akkor nem akartam mm -hmm. a csapatnevet hétről hétre átírkálni, amikor volt meccsünk. Ja, értem. Akkor a jövő héttől már -e más néven fogják a kedves nézők látni zsombijékat, de hát a játék az ugyanaz lesz, reméljük meg. Ja, nem jövő étől, akkor már holnaptól, is. sőt, már holnapra akkor átírom a... Ja, ja, ja. És este 8 lesz, vagy 9, lesz? Volt Ö, 9. azt hiszem, volt 9. Azt hiszem, hogy 9 lesz, mindjárt nézem uh -huh. egy pillanat. Aha, 9, 9 óra. Szuper. Hát akkor a kedves nők nagyon sok kau de tudnak majd előtte nézni. Azt majd hogy én játszom, egy jó kis felvezető műsor lesz. No, hát akkor a holnapi meccstől, nem tudom, hogy az enemi csapatot néztétek-e, egy utolsó kérdés, mit Vártok, tudtok-e majd esetleg addig egy kicsit még gyakorolni? Bár az Infi azért szerintem jól ment ebben a felállásban is, ugye az tavaly is egy az egyik legerősebb pályátok volt. Mennétek-e ja. megint Infit, vagy, vagy, vagy inkább azért szívesebben? Szerintem, szerintem most már azért a legtöbb pályán úgy viszonylag, viszonylag okés a dolog. Nyilván most még így mixként játszunk, mert ahogy említettem, a Lancer még nyaralt itt az elmúlt négy napban, ott volt is egy 20-as bokarotája, hogyha nem tudom, hogy mutatta a kamera barámba, az hát jó volt, ott mosolyogtunk egyet, a uh, ketten. Hú, most így hirtelen nem, nem, Lehet, baj, hogy nem, 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 tudom. Nem, nem, tudom. nem <laughs> is baj, nem is baj. <laughs> é, vicces volt azért. Tölteni <laughs> a demót, srácok? Nem, csak viccelek, viccelek. Uh, na, szóval, hogy igazából szerintem még itt lanszár egy-két órát, akkor, akkor ez így jó lesz, meg nyilván mi is el tudunk kezdeni egy kicsit építkezni taktikai vonulatban, akkor igazából szerintem bármit játszunk szívesen, amit egy bo egy v túra kijöhet. Meglátjuk a holnapi ellenfelet, meg ahogy nézegetem, hát én azért szeretnék most már egy kevésbé szoros meccset is játszani, de meglátjuk nyilván. Reméljük, hogy akkor, akkor az is, hogy akkor holnap este kilenckor ismét találkozunk veletek, akkor én is itt leszek és közvetítem, úgyhogy még egyszer köszönjük a, azt a győzelmet. Nyilván ez most megmondom nektek is kellett így lelkileg is. Persze. És a holnaphoz is a ez fogadni, és jó pihenést akkor már a mindenkinek neked is. Köszönjük a szurkolást és a közvetítést. Bye-bye! Szia-szia! eltűnt a kamera, eltűnt zombi is. Én még itt vagyok, de nem sok... Mi? Ja? Nem is itt. Beszó! Jó, is. Maradhatsz még nyugodtan? Ja, nem. Na erre ki. Kösz! Köszi! Na, szóval zombi most már akkor Discordról is eltűnt, illetve képen már, már nem láthatjátok a csodálatos szép fekete umbró trikóját. Hű, hát ki kellett azért szorítani, meg izgulni, és, és egész sokan láttak is, aminek én külön örülök, úgyhogy remélem, hogy azért ti is egy, egy picit egy a mérkőzés végére fölébredtetek, még hogyha esetleg így már az alvás határán láthatok, bár azért az egész mérkőzésen voltak szép momentumok és izgalmas jelenetek és 13-17-ről sikerült megfordítani a hát némi, némi jod e-sportos segédlettel itt volt valamilyen rasszista, ö, nem tudom, ellentét ugye, két csapatás, a, a fekete kacsa, meg a, az amerikai játékos, vagy, a fekete kacsa, az amerikai, nem tudom már, mindegy, között <coughs> ez is hozzájárult talán egy kicsit a győzelem, de ez nem veszel semmit a zombiék érdemével, lesz ki is, ami nagyon jó, de végre teljesen megvadult, és már, már csak egy nooszkóp hiányzott, vagy mondjuk egy, egy késedés, de Zsombinak például azért volt egy jó kis zeuszadás. Bocsánat, félfalnál. Ugye voltak szép momentumok, és hát reméljük, hogy tényleg a holnapi nap folyamán nem kell már ennyit izgulni, és talán egy, egy, rövidebb, meg egy egyszerűbb mérkőzés fog következni. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm a játékosoknak is, Ök azért kiszurkoltuk, és, és, végre azért meglett az első győzelem, úgyhogy a harmadik mérkőzésen feliratkoztak ők is a, a táblázatra, úgymond. És Köszönöm mindenkinek a, a figyelmet is, hogy eddig itt voltatok. Szerintem, hát most nem leszek, engem is mindig sokan rédelnek. Mindjárt megnézem, várjátok, hogyha most lesz ki indít egy csét, akkor. Már nem van Kodi. Leni. Lesz ki indít az csét, mert ha indít, lesz most adás, akkor lesz ki be rédeljük. Ha, ha nem, akkor. Akkor viszont Leni, doktor Lenit. Aki imádok, tehát az egyik. Hát, lesz kise rossz, de. <laughs> nem, nem egy sértésnek, de. <laughs> Dr. lenni személy szerint jobban, jobban kedvelem, de nem is tudom, lehet, hogy már nincs is itt. Úgyhogy hát akkor én azt gondolom, hogy be is írom, de még azért van lehetőség, esetleg még, még uh, Raid. Úgyhogy megyünk doktor Lenihez, hamarosan. Így is van. Érdemes őt nézni, mert, mert ez már még lehet, hogy pont abba hagyja. Köszönöm, nem, még szerintem mennek. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, holnap találkozunk. Én is fogok játszani még a zombiek mérkőzése előtt. Szerintem akkor nem fél hatkor, nem ilyen hat fél hét magasságában elkezdeni. K.O. the kangaroo fantasztikus 6 éveseknek szóló játék, kurva nagy izgalmak lesznek benne, aztán reméljük, hogy kevésbé lesz izgalmas a, az ese a mérkőzése az ilyasnak, vagy a nem tudom miért, most már a Five valami ötössel kezdődik az új nevük, majd megnézem holnapra. Úgyhogy holnap két egyedegi hosszú streammel fogjuk folytatni. Ilyen 6 óra magasságában várlak titeket. aki az ese meccsre jönne, az pedig 9 óra környékén csatlakozhat majd. Na, Köszönöm szépen a figyelmet, megyünk Lenihez, maradjatok, ha még van egy kis időtök, mert megéri, ott is nagyon nagy lövések, headshotok várhatók. Na, szevasztok!